Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm! Madárfüttyös, szép öreggelt kívánok, kedves nézőink! Hagyma vagyok, és ez itt a Stardew Valley a Hagyma TV-n ismét. Annak ellenére, hogy igen régen nem volt már maga a játék, annak ellenére én elég sokat játszottam vele, és mint látjátok, azért itt van fejlődés, megmondom őszintén. És azt is láthatjátok, hogy tavasz van, igen, túléltük az első telet, amikor rossz volt a számítógépem, ez akkor történt, és azt csináltam, hogy... egészen egyszerűen a feleségem laptopjával csak ezzel a játékkal tudtam játszani, úgyhogy hát ezzel játszottam, megmondom őszintén. És sok minden történt, ugye, és rengeteg fejlesztés, rengeteg event, amit nem tudtam fölvenni. Itt vannak a make-up táraim, itt a csirkeol gyakorlatilag, és most ki is pusztították a füvet, pedig én ültettem nekik füvet. Itt a kis tehenecskéim körbe-körbe járnak itt a világba. Meg is fejem őket szerintem. Na, ez így nem lett jó megfejés. Ugye ezzel a kis négyes rublikában lévő bödönnel lehet megfejni. Állj már meg! Na most. Úgy, ezt is megfejjük. Meg ezt is megfejjük. Szépen pattog itt nekem a tej, úgyhogy elképesztő mennyiségű alapanyag jön. Na, csipike. És már szeretnek is. Ezt is begyűjtjük. Na hát, és akkor a szokásos reggeli teendővel szerintem kezdjünk is. A locsolással. Ugye acél öntözőkannám van. Nem is értem, miért nem magyar, de mindegy is. Az a lényeg, acél öntözőkannám van. Ugye az 5-öt tud belocsolni, úgyhogy általában ilyen 5 széles kertrészeket terveztem és csináltam. Mert ezzel így talán sokkal egyszerűbb és gyorsabb locsolgatni a dolgokat. Hát elképesztő mennyiségű locsolást kell most itt véghez vinnünk, a teheneinknek mászkálnak össze-vissza. Aztán lehet, hogy a tikokat is kiengedem egyébként. Úgy menjetek. Menjetek. Na, engedj ide, hogy ki tudjál menni. Úgy. Jó, akkor... Ja, igen, látom, hogy meddig locsoltam meg eddig. Szépen hát ezt végig kell játszanunk, ugye... Rengeteg pénzt tudunk ezzel nyerni. Egyébként emellett a bundle-öket is elkezdtem elég durván csinálni. És a kapcsolatom Pennyvel pedig egyre... barátságosabb. Nem, most már járunk, tehát most már úgy kell tekinteni. Igazából girlfriend, adtam neki egy virágot is, szerintem azt az egyetlen egy darab szívecskét kéne megdelni, tehát azzal kellene megdelíteni, hogy hozzám jöjjön feleségül, természetesen meg lesz mindenféleképpen, viszont ez a tavasz, ez eléggé ilyen munkás. Na, ez ne oda locsolt ki, hanem ide. Tökéletes. Még itt látszik, hogy van egy kis üres földünk. Hát, ja, lehetne vele valamit kezdeni mondjuk. És itt a fiatal facsemeték elültetése is szerintem eléggé bevált, mert rengeteg fa van. Nem tudom, hogy ez hogy reszetel, vagy hogy nem reszetel, meg hogy nőnek, hogy nem, de szerintem azért, mert rengeteg magot elültettünk a környéken, ez meghálálta gyakorlatilag a gondoskodást, és rengeteg fát sikerült. Hú, mennyi mézünk lett itt hirtelen. Srácok! Muszáj, mert kellenek a bundle-ökbe a dolgok. Be is szedjük. Úgy. És akkor innen, hát látszik, hogy Két ilyen hely itt kimaradt itt az ültetésből. Ugye paszternákat ültettem hatalmas mennyiséget. Ez azért jó, mert eléggé sok pénzt hoz. Viszont nem csak ez, hanem mindent kell, hogy ültessek. Ugye ez főleg az ilyen csomagok miatt nagyon fontos, amiket aztán le kell adni. Úgy, ezt itt végigültettem. Végiglocsoltam. Ezt is végiglocsoltam, és akkor elvileg ezt is végig tudom locsolni. Így, tökéletes. Meg is van öntözve gyakorlatilag az én csodálatos kertem. Ugye itt ilyen automatikus öntözés zajlik. Ahó, ez mi? Krumpli! Nagyon jó, meg is ért, meg volt érve. Jó, a stripot is leszettem. Hát látszik, hogy itt ilyen eléggé barátságos kis helyet sikerült kialakítanom. És nézzük csak, ezt a szövőszéket, meg az olajkészítőt kellene még letennem. Ez micsoda? Tábor, tűz, közepes mennyiségű fénybocsát ki, az most nekem nem kell. Ja igen, hoho, egy rák, illetve néhány rák fazekat, vagy hát ezt a halfogó akármit leraktunk ide a... legyen kis híd és oda. Hol vagyok? Ja igen. Itt valahol talán egy kicsit jobbra kell menni hozzá. Hoho, és van valami. Nem. Nem ide. Aha, ide. Látjátok? Itt szépen, szépen itt egy rakat rákfazeket beleraktunk. És ezt is naponta lehet szépen itt kiszedni. Viszont arra kell figyelni, hogy csalival viszont vissza kell tölteni őket. Úgy. Na hát te ki vagy. És ki vagy te és mit akarsz itt? Lea. Ha bármilyen dörömödés hallanak a kunyhóból, akkor valószínűleg épp faragok valamit. Hát ez csodálatos. Köszönöm szépen az információt, elképesztően hálás vagyok ezért. Stb. Viszont én szépen visszamegyek. Hogy állunk ajándékokkal? Idén nem is adtam Pennynek ajándékot. Pedig van nálam pittypang, amit ő szeret. Úgyhogy meg is keressük Pennyt. Akkor viszont... nem idén, hanem ezen a héten. Ugye hetente 2-t lehet adni, és eddig nem adtam 1-et se, és ez elég nagy probléma. Igazából, hogyha nem felejtettem volna már el a névnapját, vagy a születésnapját, akkor már rég lehet, hogy a feleségem lenne. Hát majd meglátjuk most, hogy mi a helyzet. Oda menjünk a lakókocsijához, és megnézzük, hogy otthon van-e. Hát, hogyha nincs otthon, akkor dobunk pár ilyen horgászbotot, illetve nem horgászbotot, hanem csalit a víz. Ó, itt vagy Penny. Próbálja tisztán tartani a házukat, de folyton piszkos lesz. Nem baj, adtam neked egy pittypangot, kislány. Remélem, hogy ezzel meghálálod valahogy. Na nézzük csak, milyen feladatok vannak még itt. Szükségem van egy rézrúdra. 180 aranyért. Jó, viszek Elliottnak egy rézrudat. Legalább ott is növekszik egy kicsit a reputációm. Bár lehet, hogy már nem fogok odaérni ma. 16 óra 20 van, hát nem tudom. Nem tudom. Ezt mindjárt ki fogjuk deríteni. Ugye a rézrúd az... ja igen, külön válogattam a cuccokat is egyébként, tehát így egy rézrúd. Úgy, egy rézrúd, nagyon jó. És Elliottnak kell. Ugye Elliott... ez Demetrius. Hát ez nem lett most már magyar. Emily. Hol lakik Elliott? Ezeket mindig elfelejtem, ezt a sok senki házit. Sam. Éli. Graveyard. Ja, Elliott! Elliott a... túlságosan barátságos fiú. Már emlékszem. Jó, leszaladunk a partra és viszünk neki egy rézrudat, ha dörüljön. Még nem tudom, mit akar csinálni a rézrúdból. Remélem nem valami pervers dolgot. futás, kis csávó. Nem baj, legalább körülnézünk a parton is egyébként. Ott van Elliott. Nagyon jó. Thank you very much. Thank you. Oh, itt vannak dolgok. Ezeket is felszedjük szépen. Éti kagyló. És utána megnézzük majd, hogy a bundle-öket is, hogy hogy állunk ezekkel. Hoho, aranyérc. Milyen nem is. Ja, de volt, vár. De mondjuk így még nem találtam. Vagy mindjárt körbevezetlek titeket, mert rendet raktam. És ezt nem csak olyan hagymaféle rendrakásnak kell tekinteni, hanem igazán durva rendrakásnak. Van még 7 csalim, de hol egy... Meg kell néznem, megnézem, hogy nyitva van-e még a horgászbolt. Mert hogyha nyitva van, akkor veszek még csalit. Bár lehet, hogy még tudok is csinálni egyébként. Nem baj, inkább veszek. Nem kerül olyan sokba, hogyha nyitva van. Oké. Csalittől gyorsabban harapnak a halak. Nagyon jó, de zárva van. Jó, nem baj. Akkor majd csinálok magamnak saját csalit, és akkor ezzel így fogom megtölteni a rákászládákat. Minden esetre 18:50 van, tehát este 7. Ez már bizony tényleg itt a nap vége. Szépen hazasétálunk, és hát nem is tudom, várjuk a csodát, hogy kinőjenek akármik a földből. Hú, még esetleg a gombákat megnézhetem, hogy végül most lesz-e vagy nem. Itt szépen kiraktam egy rakatizét egyébként, mint látjátok. Rakatgyertyát, úgyhogy teljesen meg van világítva az én kis pecóm. Ah, és van is gomba. Oh, inventory is full. Annyiféle szutyok van itt nálam, hogy az valami őrület. Jó, kezdjük akkor a szeméttel mondjuk. Ugye ez egy szemét, viszont nekem van szemét felhasználó kézi készülékem, ami azt hiszem ez, igen. És utána itt van még 3 láda, ebbe a gyártott cuccok vannak, amik éppen nem kellenek, de most nálam ilyen nincsen. A középsőben van a különböző magvak és tojások és a slime. De most ez sem kell. És a legfelsőben vannak a halak. Különböző halak vannak, itt ugye van a folyamirák, azt berakjuk. Parti csigát, azt berakjuk. Na, mi van még itt? Éti kagylót berakjuk. Hát ezeket a kagylókat nem rakjuk be, mert ez nem olyan típusú. Jó, azt hiszem minden esetre elegendő helyem lett ahhoz, hogy a gombákat ki tudjam onnan szedni, és akár le is feküdhetek aludni. Szerintem holnap elég sok minden ki fog kelni, és arathatok egy rakat dolgot. Rengeteg alapanyagot félraktam már, és most már tényleg nagyon-nagyon kevés dolgot adok el, viszont ez azzal jár mondjuk, hogy nagyon-nagyon kevés a pénzem is. Úgy, 2 szén. Franc, 1 sem belé, 3 szén, nagyon jó. Na, hát igen, időközben mondjuk, egy gyertya lett ebből. Illetve 3 darab fákja, ezt akár le is pattinthatom helyekre. Úgy. Na. Ez is hal. Hú, a szívkagyló is hal, azt is oda be tudom rakni. Ráadásul arany. Viszont azt hiszem, hogy talán ezt a zöld babot, ebből csinálok ilyen ecetes babot. Majd meglátjuk, hogy mi kell ki belőle. Jó. Ez... Igen, itt vannak egyébként a különböző zöldségek, általában csak aranyat rakok el, hogyha nem valami speciálisról van szó. Viszont az aranyból elég sokat, tehát nem kettőt, hanem tényleg sokat eladok. Vagy elrakok. Hopp, az osztriga is hal, úgyhogy ezzel ide visszatérünk szépen. Meg a tengeri sűn is legyen hal, mert ide is raktam ám egy ládikót, és ebben rakom a tengeri sűnt, meg a kagylót, igen. Ebben rakom azokat a dolgokat, amik vízben, és a rost nem idevaló, amik vízben vannak és nem halak. Ezt jó megmondtam, de hát ilyen a rendszer. Itt vannak kevert magok, azt hiszem, hogy a középsőbe tartozik. Igen. Ó, van itt krumpli, vattorma, ezeket szerintem eladom. Bár megnézem, hogy krumplin van-e elrakva. Van krumplim elrakva, úgyhogy szépen ezeket elpattinthatom. Sőt, igazság szerint legyek nagy lelkű, és a tejet is dobjam be ezeket szépen oda akármivel, úgy legyen egy kis pénzem. Ezt is elrakjuk, úgy. Tökéletes. És mehetünk is aludni, igazából az első nap az, illetve hát nyilván nem az első, de veletek az első, azt túl is éltük valamilyen szinten. Jó lenne egy eső, mert ekkor a kertnél azért már nagyon sokat segít az eső, megmondom őszintén. Persze nyilván nem néztem meg az előző nap az időjárás jelentést, úgyhogy elképzelésem sincs, hogy milyen nap következik. Na nézzük, viszont kezdjük most ezzel. Díszede, vidéke bővelkednek a bokrok ettől az édes kis bogyótól, ingyen elvihetőek. Jó, díszedergyűjtést ajánl. Na, nem pakolásszuk a tévét, hanem megnézzük. A szerencsétlenségem lesz. Jó, hát ennyi. Ha ennyi, akkor ennyi. Mennyi minden kijött. Ezek a kevert meg bakbok jöttek ki, fogadjunk. És milyen levelet kaptam? Mindig menő dolgokat találok, de tele van a hátizsákom. Ismerős hangzik? Nos, Pierre segít. Nézd be Pierre boltjába, még ma, és vedd meg a 24-es méretű hátizsákunkat. Azt a betyár mindenit. Hát ez mondjuk tényleg érdekes. Kedves hagyma, meg szeretném lepni a férjemet egy ajándékkal, nagyon szereti a póriahagymát, hoznál nekem egyet? Hát, miért ne hoznék? Na, először is ezeket fölszedjük. Természetes módon. Nem eszünk pitypangot. Viszont lett egy rakat pitypangunk, ami a Penny féle ajándékozásnak nem olyan rossz. Mert Penny nagyon szereti a pitypangot. Úgy. Tökéletes, és akkor nézzük meg, hogy állunk. Úgy állunk, hogy a pitypang nálam marad. Narciszt ezt eladhatom. Óriahagymát odaadjuk. Ezt a vattormát ezt berakjuk. Nem tudjuk berakni, nincs helyünk. Rókagomba. Hát mit szedjünk innen ki? Ebből több van, úgyhogy ezt kiszedjük. És akkor a póré... Na most nem is tudom. Most melyiket akartam berakni, ezt a vattormát? A póréhagymát is. Még egy ládát kell nyitnom akkor ezeknek a... Már ezt még kiszedhettem. Opá. Az aranyokat visszarakjuk, arra figyelünk. Úgy. Az ezüstök nálam maradhatnak. Ezeket, hát végül is, még ezeket föl is használjuk oda. Viszont ahhoz kell még egy láda. Jó, akkor legyen még egy láda, egy olyan láda, amit arra használunk, hogy a nem annyira jó növényeket tároljuk benne. És hogy lehet lerakni ezt normálisan, vagy hova? Jó, rakjuk ide akkor. Jó, pitypangot berakjuk, ez nem narciszt eladjuk, ezt is eladjuk, pitypangot berakjuk, Tormát eladjuk, illetve megtartunk 2-t belőle. És többi mehet eladásra igazából. Tehát ez. Még ezeket a szirupokat is, meg ezt a méz... Hát nem is tudom, a mézet még nem adjuk el, mert abból mondjuk... még nem tudjuk, hogy mi a helyzet, meg mihez kell. Mert biztos, hogy valamihez kell, hogyha elkezdtem gyártani egyébként. Na jó. Locsoljuk meg gyorsan a kertet, aztán menjünk Pierrehez is vegyünk, ugye? Ez itt 2, 4, 6. 6×5 az nyilván 30 magot kertenként, tehát ide egyet, meg ide egyet. És hétfő van egyébként, úgyhogy Pennyt is megkereshetjük egészen nyugodtan. Sőt, megnézhetjük, hogy mennyibe kerül az a fránya 42-es, vagy mekkora táska, amit itt Pierre itt nagyzolt vele. De először ezt a munkát ezt be kell fejezni, meg kell fejni a teheneket is, sőt, még talán most már, ugye 2-3 naponta szoktam a tojást összeszedni, de azt is meg kellene csinálni a tikoknál, mert nem fognak tudni hova tojni, és akkor meg bután nézek magam elé. Na, ezt így gyorsan megoldjuk. Tökéletes. Úgy. Megpróbálom a különböző oldalakról, hát nyilván ugyanannyiba kerül minden oldalról meglocsolni igazából ezeket a növényeket, de hát a változatosság gyönyörködtet. Talán itt lehet egy kis kurflisságot beletenni, hogy nem itt a 4-eket locsolom meg átlósan, hanem megpróbálom így föntről. Úgy, és akkor egyet keresztbe. Tökéletes. Megtöltjük a kannát, és akkor azokat a bokrokat is meglocsoljuk, amik itt bal fölül vannak. Az évszak közepe van, 15. nap. Na, engedjétek szépen ide be. Itt maradtak a kis tehenek, kiválasszuk a fejőgépet. És jobb gombbal megsimogatjuk, utána bal gombbal fejünk. Jobb gombbal megsimogatjuk, bal gombbal fejünk. Jobb gombbal megsimogatjuk, bal gombbal fejünk. És miért nincsen széna itt? Ezt ki kell rakni, mert hogyha véletlenül esközöső vagy valamiért nem akarnak kijönni, akkor legyen mit enniük. Hát most kiengedem őket mindenféleképpen. Na, tikok. Jó, ezt őt is megsimogatjuk. Hol a negyedik? Nem tudom, de itt már vannak ilyen hatalmas tojások is. Ezeket azért összeszedjük. Itt ügyesen. Nehogy véletlenül tényleg ne legyen a végén hely annak, hogy tudjanak tojni. És akkor ezt oda belepattintjuk. Jó. Jó, azt hiszem, hogy király. Azt hiszem kész vagyunk. Elmegyünk Pennyhez, adunk neki egy ajándékot. Ezt itt leszedjük még. És ide berakjuk. Na, igazából tudjátok mit? Rakjuk el az összes tojást, oda bedobjuk. Narciszt is. Ez egy darab követ is. És akkor szépen lemegyünk majd a... Nem lemegyünk, hanem szépen fát kell szereznünk, mert nagyon-nagyon kevés fánk van. Egy rakat fát elhasználtunk arra egyébként, hogy szenet gyártsunk belőle. Ezt ti nem feltétlenül láttátok, ezt még a részek előtt volt, vagy hát ennek a rész előtt volt. Mi kell nekünk? Ja, ezt föl kell venni. Igen. Nagy ajándéka. Póréhagymát. Nem hoztam póréhagymát, pedig az kell. Ne sétálgassam itt, mert hogy sietek. Szépen visszaszaladunk a kis farmunkra. Jaj, maradt nálam egy kis tej is. Nem baj, ezek kellenek, mert kell majd sajtkészítés, meg minden szutyogság. Ja, itt van ebből benne. Ebből van a 2 darab póréhagyma, meg Pennynek valami ajándék. Még ahogy visszajöttem. Na nézzük, nagy ajándéka Evelynnek. Vigyünk póréhagymát. Ugye, ez Scarlett, Abigail, Evelyn. Az pont ott a Penny lakókocsia fölött laknak Evelynék, úgyhogy nagyon jó irányba haladunk most jelen pillanatban. Te vagy Evelyn? Te vagy Evelyn! Bizony! Most nem... Egy darab kellett? Jó, hát akkor egy darab kellett, az 500 aranyat szépen leszurkolod. Tökéletes. És akkor előkapjuk a pikpangot, és megkeressük ezt a Charles-lit, aki elvileg, hát valószínűleg nem itt lesz, és nem esztjük meg a pikpangot. De itt van. Most mi van? Hogy állunk? Ja, 2-t adtam neki, 7 fő van. Hogy adhattam neki 2-t egy héten? Na mindegy. Kukában nincs semmi, másik kukában sincs semmi. Szépen visszamegyek. Ja nem, Pierre-től kell venni cuccot. 2x30 magot, és meg kell nézni, mennyibe kerül a hátitáska is. De mellett, hogy azt már megvettem. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4. De azt már megvettem, azt a hátitáskát, Pierre. Mit idegesítesz engem? Na, veszünk fűmagvat. Egy 20 darabot. Fokhagyma? Szerintem én nem vettem olyat. Jó, akkor ebből veszünk 30-at. És vadkáposztát sem vettem. De azt vettem, azt vettem. Babot vettem, karfiolt krumplit vettem, talán tulipán gumót. Ecet, olaj, alaptrágya. Vettem egyébként sárgabalaszt csemetét is. Majd veszek még egy virágcsokrot is. De most jelen pillanatban mi legyen a másik 30-on? Ugye egy fokhagyma lesz az egyiken. Másikon legyen tulipán. Nem baj. Most nem kaja lesz. De mondjuk megélni meg fogunk tudni belőle. Egy sárga barackot kell Emilynek vinni. Hát sárga barackon valószínűleg nem tudom mikor lesz, amikor a kisfám meg fog nőni. Ugye megmutatom egyébként a kisfát. Szerintem azt nem kell egyébként így babusgatni. Legalábbis nagyon remélem. Hogy? Itt van. Ez a kis fa. Ez a kis fa. Tehenek nézik a kis fámat. Na jó. Nézzük csak, hogy milyen bundle-ök vannak. Tavaszi zöldbab. Elvileg van zöldbabom, karfiolom és krumplim is. Tehát ezt be tudom rakni. Ugye van karfiolom. Zöldbabom van. Nincs karfiolom. Lehet, hogy még nem ért meg a karfiol. Azt azért nem csináltam még meg. Karfiol, krumpin biztos, hogy van. Jó. Jaj, mit csinálok? Hát nem ez a feladat most, ugye? Azt mindannyian tudjuk. Úgy. Ide szépen leültettem ide előre a tulipán magvakat. Vagy hát ezek nem magvak igazából, hanem hagymák. Ugye ez a 5×6-os kis kockába pont annyi kell, hogy legyen nálam, hogy az egészet be tudjam vele. Úgy van. Vedni. Te mit keresel itt, tetik? Nem mész haza? Úgy. Ó, ezek a fák mondjuk itt eléggé útba lesznek, nem látok semmit. Ezt ki is vágom szerintem. Egy vonat haladás Stardew Valley-n. Ilyenkor oda érdemes fölfutni, mert a vonatból kihullhatnak dolgok. És ha kis szerencsém van, akkor valami nagyon értékes dolog fog kihullani a vonatból. De ahhoz futni kell, hogy elérjem. Ezt is utólag tudtam meg, sőt igazából egy Cornéliának. Cornélia mondta régebben, hogy ő neki valami nagyon értékes dolog esett ki a vonatból. És akkor kipróbáltam, hogy mi a helyzet. Nekem is mindig kiesik valami, bár eddig nekem mindig csak ilyen szutyog dolog esett ki. Még jó hosszú vonat, mi? Jojo Markt vonata. Hát lehet, hogy ebben nem is esik ki sem. Hát nem esett ki semmi. Az ott micsoda? Az ott egy... dobozka? Nem. Jó. Hát, ha nem esett ki semmi, akkor menjünk szépen vissza a telephelyünkre és folytassuk az ültetést. Illetve majd azt kell megnéznünk, hogy ilyen nagyon durva locsoló berendezésekhez mi kell. Ahó, itt van egy kis kukac a földben. Őskori koponya. Hát ilyet is találtunk most már, gondolom el kell vinni ezt is Güntherhez, bevizsgáltatni a múzeumban, megnézni, hogy mi a helyzet. Nézzük csak meg, gomba van még. Van. Ezek is elég sokszor, ez mindig elfelejtem learatni őket, és szerintem elég sok pénzt vesztek ezzel. Na, menjünk ide-vissza. Ott tartottunk, hogy ezt a fát itt nekem ki kell vágnom. Itt ezt is, meg ezt. Ezt a kettőt is akkor ezek szerint. Nem szeretem, hogyha a fáknak a koronája belelóg ide a földekre, mert akkor nem látom, hogy állok vele. Na, nézzük csak. Viszont elég kevés az energiám, úgyhogy bekapok egy ilyen tojásrántottát, vagy tükörtojás, azt szoktam csinálni magamnak. Inkább kettőt. És akkor ezt így fokhagymával szépen bevettem gyakorlatilag, és más dolgom csak annyi, hogy ezt a kettő kis területet meglocsoljam, mert ugye a többit azt reggel már meglocsoltam. És akkor holnap, hogyha ki kell, talán az ott a karfiol szerintem, itt bal oldalt, hogyha azt ki kell, akkor meg tudjuk nézni majd a csomagot, amit a bundle-t, amit le kell adni ott a közösségi házban. Párat leadtam már, és elég jó dolgokat ad, úgyhogy ezt sajnálom, hogy ezt eddig nem csináltam, de most már tényleg erre nagyon rá kell, hogy álljak. Tökéletes. Jó, lefekszek aludni. Úgy. Megnézzük, hogy mennyi pénzt sikerült összeharácsolni. Ez elég sokat. 4100 arany jött. És pár dolgot illetve kérlek szépen, hogyha idáig eljutottatok, akkor keressetek rá a Hagymatévére a Facebook oldalon, vagy leírásban a link, azt lájkoljátok le és kövessétek, ott egy csomó ingyenes játékot szoktam megosztani. Illetve köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nagyon kedvesek vagytok, hogyha bármilyen ötlet van a játékkal kapcsolatban, nyugodtan mondjátok, vagy írjátok le, aztán majd meglátjuk. Ha tetszett, iratkozzatok föl, lájkoljatok, kommenteljetek, és pá-pá! Sziasztok!